Régóta van lehetőség arra, hogy a dolgozni kívánó diákok valamelyik helyi önkormányzatnál elhelyezkedjenek nyári munkára. A tolnai önkormányzat idén sem hagyta ki ezt a lehetőséget, 10-12 diákot alkalmaz 6 órás munkaviszonyban. Már hosszú évek óta foglalkoztatunk diákokat nyaranként, hogyha van erre lehetőségünk. Az idei évben is július és augusztus hónapban tudunk 10-10 diákot, illetve augusztusban lehet, hogy 12 diákot foglalkoztatni. Örömmel várjuk őket mindig. Reméljük, hogy szívesen is jönnek hozzánk, és jól érzik magukat a munkavilágában. Napi 6 órában tudunk nekik munkát biztosítani, és ennek megfelelően kapják a bérezésüket is. Általában adminisztratív feladatok ellátására tudjuk őket alkalmazni, illetve nagy segítséget jelentenek a rászoruló gyerekek korrepetálásában, segítésében is. Általában ugyanezzel a létszámmal dolgozunk, körülbelül erre van igény. Vannak visszatérő diákaink is, de vannak újak is, vannak középiskolások, egyetemisták is, úgyhogy le lehet válogatni, és örömmel látjuk, hogy a diákok szeretnének dolgozni. Szorgalmasak, ügyesek, értelmesek, úgyhogy öröm velük együtt dolgozni. A diákoknak először a munkaügyi központban kell regisztráltatni magukat, és azután jelentkezhetnek az adott önkormányzathoz a munkalehetőség miatt, ahol olyan feladatokat is kaphatnak, ami akár későbbi pályájuk javára is válhat. Tudjuk azt, hogy a gyerek esetleg milyen irányba indulna el, mondjuk valaki jogi egyetemen tanul, akkor igyekszünk olyan munkát adni, ami segíti esetleg később a tanulásban egy bizonyos gyakorlat meglétével. Azt gondolom, hogy ők is és mi is egymás megelégedésére tudunk együttműködni, és van olyan egyetemistánk is, aki most már negyedik-ötödik éve visszatér hozzánk, és itt tölt egy hónapot munkában. Forrai Csenge az egyik visszatérő diák munkása a tolnai önkormányzatnak. Azt mondja, nagyon jól érzi itt magát. 2016 nyára óta jövök vissza minden évben. Úgy gondoltam, hogy kell egy kicsit a pénz, úgyhogy szeretettel vártak vissza, úgyhogy ez is nagyon sokat segített, és motivált engem abba, hogy dolgozzak. Úgyhogy voltak célok is, úgyhogy sikerült néhányat elérnem. Például a jogosítvány is ilyen volt. A közösségi szolgálatot az óvodában töltöttem, azt az 50 órás közösségi szolgálatot, és úgy gondoltam, hogy óvónő szeretnék lenni, úgyhogy óvodában akartam dolgozni, de hát oda sajnos nem mehettem, úgyhogy maradt az önkormányzat. A végzettségem az kicsit kapcsolódik is az önkormányzathoz, mert pénzügyi számviteli ügyintéző vagyok, de óvónő szeretnék lenni mindenképpen. Ezerné Huber Éva, a városi jegyzője szerint ez jó lehetőség a zseppénz megkeresésére, és előszobája lehet ez a nagybetűs életnek, hogyha eljön az idő, ne legyen idegen a gyerekeknek a munka és a munkarend fogalma.